A közfoglalkoztatási programban beszerzett mezőgazdasági eszközöket is megmutatta PASZ a polgármester a vendégeknek. Az 1400 fős településen 2010-ben még 250 segélyezett volt, ez mára jelentősen csökkent. A nyári idény munkák alatt alig érje az 50 főt. Eddig ugye 2,5 hektáron gazdálkodtunk, most közel 7 hektáron fogunk, úgyhogy így 80-an lesznek a startmunkaprogramba, és 80-an lesznek a hosszú idejűbe is, viszont a hosszú idejűbe azt meg kell említenem, hogy most más programokat is indítunk, ilyen a illegális hulladéklerakó telepeknek a felszámolása, illetve egy jóval nagyobb területen lesz most már a mezőgazdasági munkavégzés. Lehet értékteremtő a közfoglalkoztatás, ezt már Minai Győző, a térség országgyűlési képviselője mondta PASZ-ban, mintapéldának nevezte a településen elért eredményeket. Nagyon hosszú időn keresztül, 2011-től folytatják, és gyakorlatilag egy jó példa a többi településnek is, hogy hogyan lehet az embereket bevonni a közfoglalkoztatásba, hogyan lehet munkából megélni, és nem segélyből. Természetesen tudjuk, hogy ez csak egy átmeneti megoldás, mert az az igazán jó, hogyha az elsődleges munkaerőpiacon helyezkednek el az emberek, de itt megtanulnak, visszavezetjük őket a munkavilágába, megtanulnak dolgozni, képzéseken vesznek részt, és a képzettséggel, képzésekkel el tudnak helyezkedni. A foglalkoztatás a statisztikák szerint is javuló tendenciát mutat. A közfoglalkoztatottak száma is folyamatosan csökken. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 29.500 fő dolgozik ezekben a programokban. Az a cél, amelyet a közfoglalkoztatás átalakításakor a kormányzat kialakított, az megvalósul, vagyis hogy a közfoglalkoztatás az nagyon sok embernél egy átmeneti foglalkoztatási forma legyen. Ezt nagyon jól mutatják a megyei számok. A 2016-ról, hogyha 2017. évet nézzük és ahhoz hasonlítjuk, akkor azt láthatjuk, hogy egy év alatt 30%-kal csökkent a megyében a munkanélküliek száma. Ma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a munkanélküliségi ráta az 8,7%, és ez a növekmény jelentős részben a munkaerőpiacon keletkezett munkahelyekből adódik, és nem a közfoglalkoztatásnak a további bővítéséből. Tehát én azt látom, hogy az elmúlt években egy nagyon komoly gazdasági fejlődés megindult a megyében. Ennek a gazdasági fejlődésnek fontos eredménye az, hogy egyre több ember munkájára van szükség, és én azt gondolom, hogy ma már Szabolcs-Szatmár-Bereg megye országos viszonylatban sem a legrosszabb állapotban, a legrosszabb helyzetben van a foglalkoztatás tekintetében, sőt a számok azt mutatják, hogy mind észak-alföldi, mind pedig észak-magyarországi viszonylatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ma már az élen van. A közfoglalkoztatottak száma 3 évvel ezelőtt körülbelül 20%-kal volt magasabb, mint most. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ők azok a versenyszférában dolgoznak. A téli időszak alatt pedig 4000 ember szakmát is tanul a megye 131 pontján. A cél az, hogy olyan képzéseken vegyenek részt az emberek, amiből szakember hiány van, így ők is könnyebben el tudnak majd helyezkedni.